A rendkívüli választási közgyűlésen az eddigi elnök Milos Vidovics beszámolt az elmúlt időszak munkájáról, és ismertette a pénzügyi jelentést is, ami szerint a klubnak mintegy 750 ezer dináros tartozása van. Lemondása után azonban a klubot úgy adja át az új vezetőségnek, hogy az tartozások nélkül kezdje meg a munkát. Úgy döntöttem, hogy én tovább nem folytatom, és megszüntettem az első csapatot, és akkor most biztos, hogy augusztusig nem lesz fölnőtt csapat Kanizsán. A klub az működik, gyerekek vannak, ahogy mondtam, hogy 70-80 gyerek van, generáció van, úgyhogy van itt még mire számítani a jövőbe. A klub élére fiatal vezetőség került. Céljuk, hogy ősztől legalább a legalacsonyabb versenyfokozatban indulni tudjon a csapat a bajnokságban, nyilatkozta Tandari Zsolt, az új elnök. Most nulláról indultunk, meg kell beszélni az emberekkel, hogy merre, meddig tudunk haladni, és akkor ezek után majd döntünk arról, hogy milyen formában, és akkor milyen játékosokkal tudjuk megindítani ezt az első csapatot. Az önkormányzatnak minden működő sportegyesület egyaránt fontos, ezért de a gyerekek és a szülők miatt sem hagyhatta, hogy a potiszje megszűnjön. Annál is inkább, mivel a klub jövőre ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. A klub nehézségekkel küzdött, és a szülők igen szépen megmutatták azt, hogy összefogásban az erő, vitték a gyerekeket, megvették nekik a szerelést, és ezt látván mi beláttuk azt, hogy cselekednünk kell. Az önkormányzat saját tulajdonába vette a Potisztje FK vagyonát, amit használatra adott át a klubnak. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a nagymúltú egyesület pályázni tudjon akár tartományi vagy köztársasági támogatásokra is.